És ahogy ígértem, folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Jó estét kívánok! Hamarosan elmondjuk, hogy mekkora kárt okozott az elmúlt napok hideg időjárása a gyümölcsösökben. És tudósítunk az első kecskeméti paint koktél rendezvényről is, és ismételten Kecskeméti lett az év védőnője. Itt lesz a stúdióban Szabó Béláné Rita. Azonnal kezdünk. Kecskemét térségében a Kajszi barack közel 70%-a fagyott el az elmúlt napok 20 fokhoz, mínusz 20 fokhoz közeli hőmérséklete miatt. A gazdák tartanak attól, hogy a tavaszi fagyok további károkat okozhatnak. Mindez azonban csak az egyik gond. Szakemberek szerint, mivel nem volt elég tartós a hideghullám, könnyen lehet, hogy a kártevők is nagyobb arányban pusztítanak majd az ültetvényeken. Ez megfagyott. Esőben ellenőrizte a kajszi baracfák rügyeit Kujáni László őstermelő. A hideg miatt azonban sajnos az ültetvény nagyobbik része elfagyott. A tél ebben az évben nagyon enyhe volt, amely nem jelentett megpróbáltatásokat a növényeknek. A melegnek köszönhetően januárban elindult a fejlődés, a netkeringés, a korai mediterrán kajszik piros bimbós állapotba kerültek. A rügyezés kezdetekor azonban beköszöntött a hó, és vele együtt a mínusz 18-20 fokos hideg. Mediterrán fajtáknál, őszi baracknál, kajszinál hatalmas károk keletkeztek. Ott megkockáztatom, hogy van 70-80%-os fagykár. Hozzányúlok az ághoz, pörögnek le a rügyek, illetve hogyha átvágom őket, akkor a bibe kezdemény fekete. Tehát itt nagyon kevés termés lesz. A hagyományos magyar kajsziknál, Bergeronnál, ott viszont nem tagsálom 10-20%-nál nagyobbra a fagykárt, azokon jó termés lehet. De még hátra vannak ugye a tavaszi fagyok. A szilva, a cseresznye, a megy nem szenvedett károsodást. Van néhány japán szilvám, azok is üdezöldek. Egy cseresznye ültetvényre is ellátogattunk, ahol Terecskei László őstermelő várt bennünket, hogy beszámoljon az ő tért károkról. Szerencsére megúsztuk a fagykárt, jelentősen nem érintett, viszont volt neki előnye is a rovarok, bogarak, tehát gyakorlatilag egy kicsit talán a kártevők kevesebb lesz az idén, ezáltal, hogy volt némi hideg is, bár a tavalyi tél jobban megviselte az ültetvényt, a tartós mínusz 20-22 fok az gyakorlatilag nagyobb kárt okozott lényegesen, mint az idei évben. A gazdák mit tudnak tenni most a hideg ellen? Hát gyakorlatilag a hideg ellen túl sokat nem tudunk, hát akinek vannak gépei, vagy modernebb gazdasága, illetve erősebb gazdaságilag, ott tudják védeni speciális célszerszámokkal, céleszközökkel az ültetvény állagát. Mi sajnos itt még ezt nem engedhetjük meg magunknak. A beruházás gyakorlatilag nagyon nagy léptékű, és az ültetvényünk ehhez még pici, és nem termeli ki. A hideg azonban nem mindig jön rosszul, hiszen a kórokozók, a kártevők száma épp a kemény mínuszokban ritkul meg. Most azonban más a helyzet, mivel a hideg nagyon rövid ideig tartott. Mikor kérdezik, hogy mi történik ilyen hidegben a kórokozókkal, a kártevőkkel, mindenki azt a választ várja tőlem, hogy nem kell olyan erős növényvédelmet csinálni, az intenzitásból hagyhatunk el, mert a nagy tél elpusztította, a nagy hideg elpusztította a kártevőket. Nem. Ne ringassuk magunkat ebbe, a növényi károsítóknak ettől a kis hidegtől semmi baja nem lett, azok vigorak, és tenni fogják a dolgukat. Nekünk intenzíven kell most tavasszal védekezni, mert a mediterrán kártevőknek, pajzstetveknek, atkáknak ez a tél nagyon jó volt. Kujáni László azt is elmondta, hogy a gazdáknak most az első dolguk a fakaparás, a fametszés, a sebkezelés, és hogy felkészüljenek a lemosó permetezésre. Virágzás előtt pedig egy részkészítménnyel kell kezelni a növényeket. Ezen kívül már nincs más dolguk, mint várni a csöndes, napos, tavaszias időjárást. Budapestet és Győrt már meghódította, és most Kecskemétre is megérkezett a paint koktél.
Az eseményen a szórakoztatást és a festést egyedi módon ötvözték a szervezők. A célt is sikerült elérni, hiszen remek hangulat kerekedett a tegnap esti rendezvényen. Az első ecsetvonásoknak lehetünk szemtanúi Kecskeméten a Tepsi Gasztropában hétfőn. Ekkor rendezték meg ugyanis először városunkban azt a Paint Cocktail elnevezésű programot, mely során a szórakozást, a kultúrát és a kreativitást keverték össze a szervezők. Hampuk Rihárd, a Paint Cocktail alapítója stábunknak elmondta, a céljuk az, hogy minél jobban felszabadítsák az embereket, és minél boldogabbá tegyék őket. Az a nagyon jó ebben, hogy a szürke hétköznapokból kiszakítjuk a vendégeinket, mert nem tudnak semmi másra figyelni, csak arra, hogy kikapcsoljanak. Mert ugye a kezüket lekötjük, a hallást, a látást, és akár még a ízlelést is, hiszen megveszi magának a kedvenc koktélját, vagy a kedvenc borát, ezért nem tud a napi problémákra fókuszálni, csak arra, hogy kikapcsolódjon is, és elhiggye, hogy bármire képes. És tényleg bármire képes lehet az ember? Mik a tapasztalatok? Én ezt az egészet, amikor így megálmodtam, hogy Magyarországon szükség lenne ilyenre. Én egy pálcika embert sem tudok rajzolni, vagy azt is nagyon-nagyon ilyen bénán sajnos. És pont az fogott meg, amikor az Egyesült Államokban egy hasonló eseményen jártam, hogy tényleg meg lehet csinálni. És bármire képesek vagyunk, csak egy kis erőfeszítést kell tenni. És a Paint Cocktail pont ezt adja, hogy elhitetjük, és meg is, be is bizonyítjuk, hogy meg tudod csinálni, neki állsz festeni az instruktorunk segítségével, semmi előképzettség nem kell, és egy olyan képed lesz, amit büszkén raksz ki a falra otthon. Az Oscar díjátadó másnapján egy exkluzív, az Oscar jelölt Testről és Lélekről című magyar film ihlette képet festhettek meg vászonra a meghívottak, miközben a kedvenc italukkal kocinthattak. A vendégek között szerepelt például Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is, aki azért érkezett a rendezvényre, mert még életében nem festett, legutoljára talán az általános iskola padjában próbálkozott a technikával, emlékei szerint nem sok sikerrel. Én attól félek, hogy ez olyan lesz, hogy majd nagyon mélyen eldugom való a padlásra vagy ide-oda, de az is lehet, hogy majd annyira nem fogom szégyelni, nem tudom. Az esemény résztvevői erre az estére egy igazi alkotóműhely tagjaivá válhattak. Az elkészült vászonfestményeket pedig hazavihették a meghívottak, és kitehették otthon a falra is, de akár egyedi ajándékként is szolgálhat. Mi lesz majd a festménynek a sorsa, miután elkészül? Kirakom, egyértelműen. Szerintem remekül lesz. Nehéz, meg koncentrálni kell, meg oda kell figyelni, de tetszik. Szerinted miért jó egy ilyen program? Vicces, igazából meg el tudunk lazulni. Nem tudom, munka után az azért eléggé kellemes, feszültségoldó, kikapcsol. A rendezvény további időpontjairól a paintcocktail.com oldalon lehet olvasni. Erre az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves. Körülbelül olyan 15-20 embert tudunk egyszerre kiszolgálni, és szuper, ez csapatépítő programnak is, mert így akkor az egész csapat, cég összegyűlik, és a vezérigazgatótól a takarítónőig mindenki ugyanazon a szinten, és ugyanolyan adottságokkal néz szembe a feladatokkal. A Paint Cocktail mostantól havonta két alkalommal várja a szórakozni vágyókat Kecskeméten, ahol a lényeg a kikapcsolódás és az egyedülálló élmény. A motto: a Paint Cocktailon semmi sem szabhat határt a jó hangulatnak. A kecskeméti Szabó Béláné Rita nyerte el a Családháló díjat. Ezzel együtt ő kapta meg a 2017 védőnője címet is a napokban, és itt van velünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gratulálok az elismeréshez, és rögtön egy idézetével kezdenék, jó? Nem turkáltunk egy kicsit a Facebook oldalán. Ugye azt mondta, hogy ezért érdemes védőnőnek lenni, a sok szeretetért, a háláért, a boldog mosolyért, a kamaszokért, az elismerésért, a pedagógusokért, a gyermekekért és a mamákért. Tavaly, amikor a Kecskemét népszerű a védőnőkbe, hála az égnek, és Éva azt mondta, amikor tavaly ő kapta a védőnői díjat, hogy ő valószínűleg azért kaphatta meg, mert nagyon aktív és tényleg személyes kapcsolatot ápol a klienseivel, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Ön miért kapta meg? Én is ugyanezt tudom mondani, hogy valószínűleg ezért is, meg azért, mert nagyon jó viszonyom van a kamaszkorú gyerekekkel a középiskolában, illetve a pedagógusokkal is a tanáriban. Tehát na akkor itt teszek fel rögtön egy keresztkérdést, mert nekem kétgyermekes, kisgyermekes családapaként a védőnő az rögtön az a védőnő, aki kijön hozzánk, megtanít pelenkázni, elmondja, hogy mikor kell lemérnem a gyereket, és hogy van-e joghurt a hűtőbe, stb. De hogy jönnek ide a kamaszok?
Úgy, hogy a védőnői szolgálat három területen érvényesül, a területen, mint önöknél, az általános iskolában és a középiskolában. Minden iskolában, tehát 18 éves korig minden gyerek le van fedve védőnői szolgálat által. Tehát ön egy adott középiskolának a védőnője, ha jól értem, és ha belegondolok, akkor itt valójában inkább egy preventív, egy prevenciós tevékenységet végez, tehát ezekkel a már-már félig meddig felnőttkorú gyermekekkel a folyamatos kommunikáció révén próbálja felkészíteni őket az életre és az élet nehézségeire? Igen, tehát mindenféleképpen a szűrővizsgálatok fontosak, amit 10. és 12. kötelezően elvégzünk, illetve a dohányzás, alkohol, drog megelőzés, szexualitás, ezeknek a bonyodalmaknak az eligazodásában segítség. Egyre érdekesebb egy kamasz. Hogyan fogadja ezt a támogatást gyakorlatilag? Nem legyintenek, hogy mit vakerál már megint nekem itt a védőnőnk, én mindenből felkészült vagyok, vagy ez csak így kívülállóként gondolom, hogy ez így megy? Meg kell találni a hangot velük. Tehát nagyon sokszor például a drognál elmondom, hogy a mi időnkben a drog az altatóra való ital volt. Tehát ez volt a legsúlyosabb. 82-ben hallottunk először a főiskolán arról, hogy van valami drog. És azt el is mondom, hogy így én ebben nem vagyok olyan járatos, mint ők. És kérem a segítségüket. Úgyhogy kutatómunkát végeznek, engem segítenek, tájékoztatnak, abból állítom össze az anyagot, és olyan büszkék, hogy ezt ők szedték össze. Tehát ha az ember így viszonyul hozzájuk, szerintem akkor nagyon jó kapcsolat tud kialakulni. Mire van szüksége ma egy középiskolás kamasznak? Hát, hogy nagyon szeressék. Beszélgessenek vele, szeressék, senkinek nincs ideje rá. Tehát ahogy itt már sokszor ebben a műsorban ilyen jellegű témánál kvázi üzentünk a szülőknek, elmondhatjuk azt, hogy a kapcsolat az elidegenítésnek a folyamatát kell megállítani. Tehát gondolom a legtöbb probléma az, hogy hazamegy a gyerek este, mindenki a tévé elé ül, a számítógép elé ül, a telefonját simogatja, és nem egymással kommunikálnak. Igen, de ezen is lehet változtatni. Tehát nálunk is úgy volt, mikor kamaszok lettek a gyerekek, hogy bementem a szobába, és mondtam, hogy most pedig csináltok nekem messengert, és akkor néztek rám, hogy anya mit? És akkor mondtam, messengert, és minek az neked? Mondtam, és csináljatok, és kész. Kimentem, és rájuk írtam. És mindjárt ott voltak körülöttem, hogy ha beszélgetni akarsz, akkor szóljál. Na most lehet ővelük is a technikán keresztül felvenni a kapcsolatot, tehát én is Facebookon vagyok, megkeresnek a Facebookon, e-naplóba megkeresnek, de ha ott beszélgetünk, szerintem akkor össze tud jönni személyesen is. Egyébként hogyan várták ezt az eredményt? Ugye maga az, hogy ön kandidálva volt erre a címre, azt bizonyára tudták. Szurkoltak, vagy mik voltak az első beszámolóik? Szurkoltak. Tehát jöttek, és mindenki mondta, lányok is, az a pár lány, aki van, hogy szavaztunk ám, szavaztunk, és biztos, hogy most nyerni fog a védőnéni. És hétfő reggel is úgy mentem, hogy ugye hát ott dohányoznak, elbújva a sulinál, és akkor néznek, mindig szólok, hogy ennyi, és akkor ava kezdték, hogy gratulálunk, mert hallottuk, hogy sikerült, megnyertem. Tehát igen. Tehát itt azért, ha már csak ezt az adott dohányzós szituációt nézzük, egyfajta pótanya szerepében van ilyenkor a védőnő, vagy legalábbis, ahogy értem ön. Ezek azért hosszú évre kitartó, kőkeményen bizalmi kapcsolatok lehetnek. Szerintem igen. De hívnak esküvőre, hívnak babához. Tehát már megyek olyan babához, akik a kandóba indultak el, és most már apukák vagy anyukák. Igen, és hát beszéljünk erről a tevékenységéről is, mert hogy nem csak kamaszokkal foglalkozik, hanem ön egyben egy szoptatási tanácsadó is. Igen. Hogy állunk ezen a téren? Divatos ma az újszülött csecsemőket szoptatni? Igen, akarják. Akarják, szeretnék. Én azt látom, hogy igen, megvan az akarat. Sokszor nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, de én azt látom, hogy igen. Én azért is kérdezem, mert Magyarországon maga, nem Magyarországon, a világon a védőnői hálózat, mint rendszer, az gyakorlatilag egy unikum, egy hungarikumnak is tekinthető rendszer.
És tavaly itt a híradóban is beszámoltunk, illetve a kiemelőben arról, hogy ugye tavaly január 1-től sokkal jobban szigorították azt a kontrollt, amit ennek a rendszernek ki kell fejtenie. Milyen tapasztalataik vannak? Mennyire tudnak hatással lenni? Akár olyan folyamatokra, hogy a szoptatás népszerűsítsék, vagy hogy az újszülött gyermekek otthon biztonságban megfelelő körülmények között gyarapodjanak. Hát amennyiben engem érint ez a szabályozás, ugye az, hogy a 10-12. Évfolyamok kötelezően jöjjenek szülővizsgálatra. Tehát ne legyen az, hogy nem jönnek, mert a szülő nem hozza. Tehát most már muszáj, mert jelenteni kell a gyermekvédelemnek. A területen nem tudom, hogy ez a szabályozás mennyire befolyásolja a munkát, mert így ennyire nem látok a területre rá. Akkor máshogy kérdezem. A szoptatásra... Máshogy kérdezem, mekkora presztízse ennek a szakmának, a szülők, illetve a társadalom részéről? Én azt gondolom, hogy ennek örülnek, hogy van ilyen. Lehet, hogy nem mindig érzik úgy a hiányát, mint mondjuk a külföldre került magyarok. Tehát ők már nagyon érzik azt, hogy kint nincs. Tehát ha jól értem, akkor a saját tapasztalatok, amit most megfogalmazott, igen, hogy vannak visszajelzések, hogy bizony mi külföldön élünk, de ott egy ilyen szolgáltatást nem tudunk igénybe venni. Igen, vannak kapcsolataim Írországba, Olaszországba, Németországba, Angliába, Amerikából jön telefon, tehát folyamatosan tartom olyanokkal a kapcsolatot, akik ezért keresnek meg, mert ott nincs. Ha a hívószót kellene megfogalmazni, és most akár abban is gondolhatunk, hogy éppen egy ilyen pályaválasztási időszakban vagyunk itt február környékén, akkor milyen, gondolom elsősorban lányoknak ajánlaná ezt a pályát, milyen készségekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki ezt egyébként csodálatos hivatást válassza? Mindenképpen empátiával. Nem lehet pénzéhes valaki. Tehát olyanoknak kell jönni, akik a Mártai Szeretett Szolgálatnál is szívesen dolgoznának, tehát akik érzik magukban a segítőkészséget, azt, hogy bármikor szívesen segítenek, és hát ennek az anyagi vonzatával pedig megbarátkoznak. Igen. Egyébként, ha már megemlítettem, vannak férfi, de hogy vannak férfi védőnök, nincsenek, tehát ez a pálya csak nők számára nyitott. Velünk végzett egy férfi, akinek a diplomájába az került, hogy védőnő. Na most ő azért végezte el, mert ő orvosi műszerekkel foglalkozott, műszerészként dolgozott, és mondták, hogy kellene valami alapképesítés, amit ugye az orvosit nem akarta elvégezni, és a védőnői adta azt az alaptudást anatómiából, meg egyéb alaptantárgyakból, ami kellett neki. Lejárt a műsoridőnk, és akkor ha már a Facebook oldalával kezdtem, akkor a Facebook oldalával zártam. Nagyon átnéztük a teljes profilt. Azt is mondta, hogy holnap ugyanolyan lelkesen és jókedvel megyek dolgozni, mint eddig. Kollégám írta ide ezt a nagyon frappáns kérdést, hogy ma már holnap után van, ma is lelkes? Igen, és 9 év múlva is az leszek, és 36 évvel ezelőtt is az voltam. Milyen célok? Biztos, hogy vannak ilyenkor, amikor az ember átvesz egy ilyen díjat, akkor azt mondja, hogy akkor újabb célokat fogalmazok meg. Hogyan indul neki most az év védőnőjeként a holnap utánnak? Hát még most fogom föl a díjat, még most talán föl se fogtam. Örülök neki, hogy megbecsülnek, hogy értékelik, hogy én adok. Nagyon sokat adok, és most talán kaptam vissza. Akkor Szabó Béláné Ritának mondom itt a kiemelőben, hogy vasárnap után, de akkor itt a kiemelőben felhívom a figyelmét, hogy ön lett a védőnő, az év védőnője 2017-ben, és ehhez mi is szívből gratulálunk, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. És nagyon köszönöm minden pedagógusnak, szülőnek és kecskemétinek, aki segített ebben. Mi is köszönjük. További sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk a kiemelőt. Következő percekben a múltba tekintünk vissza, az Annó magazinunk következik.
az 5. alkalommal életre hívott Országos Népi Szobrászat című kiállítást 10 évvel ezelőtt Kecskeméten a Magyar Naív Művészek Múzeumában rendezték meg. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Művészeti és Szabad Művelődési Alapítvány által meghirdetett pályázat alkotásaiból összeállított tárlatról a Kecskeméti Televízió is beszámolt. A műtárgyakat a közelmúltban elhunyt kecskeméti művészettörténész dr. Bánszky Pál mutatta be. Kedves nézőink, az Annó mai adásában ezt az összeállítást vetítjük le ismét. "49 alkotó 137 munkáját mutatja be az 5. népi szobrászati kiállítás a Naív Művészek Múzeumában. Az 1974-ben indult sorozat nagyban elősegítette a műfaj kiteljesedését, a népi szobrászok hangjának markánsabbá válását. Mára joggal kijelenthető, hogy a továbbélő népi kultúrán belül új, életképes műfaj született, bizonyítva az alkotó emberek tehetségét, munkáik támogatása érdemes szemléletét és színvonalát." Ebben a teremben külön szeretnék kiemelni két olyan alkotót, aki első díjat kapta ebben a pályázatot. Az egyik Erdély Tibor, itt a csárdása, Mónus Bélának a primással és a cigánylán dobkísérete segíti. Erdély Tibornak a teremben van már még egy pászor, ami azért nagyon fontos, mert szóval nálunk minden faragó megfaragja a pásztort, szóval valahol a szabadság szimbóluma, amik a görögöknél a mesztelen atléta, addig nálunk a pásztora minden. Ez az 5. országos kiállítás. Miben változtak a dolgok? Miben különbözik? Tehát milyen változásokon estek át? Igen, azt mondanám, hogy valahol a utóbbi 20 évben lehet jobban ezt érezni, hogy a személyiség, az individuum jobban benne van, a személyiség jegyei jobban helyet kapnak, szóval nem másolják már a 19. század archaikus népművészetét, hanem mindenütt valahol jelen vannak a személyiségjegyek. Itt van ez a terem, például a paraszti világ. Úgy tudnám összefoglalni ezt a csoportot. Él itt Kecskeméten egy Czakó Lajos fiatalember, aki, és ez óriási szerepe van ebben az ilyen művészkedésnek, hogy utcán él. Tehát hajléktalan volt. Hajléktalan volt, itt ott még el is mondja, hogy még bűnözött is, és talprált. És ebben tudtuk segíteni azzal, hogy megtanult, és jó érzéke van ahhoz, hogy ez elkezdett kanalakat, de nagyon szépen, nagyon mélyesen faragni, és már a mesterségek ünnepén tavaly nagyon szépen árult ezekből a kanalakból. Árulja el nekem, hogy az ember miért kezdett el szobrászkodni? Bálványimádatból, vagy Istenhez, hogy közel legyen? Miért kezdődött el egészen pontosan ez a művészet? Hát ez nálunk először használati tárgyakhoz kapcsolódott. Tehát a csanakfogója megjelent egy szabácska. Vagy a bot végén, a boldogabbik végén megjelent a szobor. És a szakrális kapcsolat pedig abban jelent meg, ugye, hogy különböző prékrisztusokon, korpuszokon,
Mária szobrokon, ami a család jelképeként jelenik meg. Tehát inkább ez volt a jellemző, hogy nem önállóan, mint szobor, hanem valahogy a régi hagyományos használati tárgyhoz kapcsolódik. És valahol a 20. század közepén történt ez a változás, és erre a legszebb példa a Homo János hegyi beszédje, ami itt szokott lenni az állandó kiállításban, amikor ment, tényleg esztétikai célzattal jelenik meg a szobor elsősorban. Székely Abodán élő 82 éves bácsi gyerekkora óta csinál szobrokat, és hát az a kedves naivitás, ahogy ő például Petőfi halálát értelmezi, lehet, hogy a vers sor elejét olvasta, hogy ágyban párnák köz halni meg is. És úgy is ábrázolta. Ő úgy ábrázolta, mintha Petőfi Sándor ágyban párnák köz halt volna meg. Tehát nagyon izgalmas, nagyon szép, nagyon jó, átlagú, és anyagválasztásában is lehetünk gazdag ez a kiállítás, és én ennek csak örülni tudok. Ide rendeztem a bibliai természetű, és egyet tartozik, hogy úgy gondoltam a politika is. Ez elég furcsa választás, ez a kettő. De itt van a parlament. 47 figurával elkészült egy ilyen, mondjam, hogy jellemző. De valahol találó ez az ábrázolás. Kedves nézőink, Hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7-től 8 óráig, és ahogy megszokhatták, a híradóban elmondjuk a legfontosabb eseményeket, azt követően pedig itt a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én megköszönöm mai egész estés figyelmüket, nézzenek minket holnap is, további szép estét, viszontlátásra!